És akkor Vásárhely, Kossuth tér. Itt van a városon belüli kitérő. Itt látjátok, itt két vágány van. Mutatom mindjárt a másik oldalt. Innen jövünk a nagy állomás felől. Hát sajnos beszerelvény nem áll bent, és nem tudom, mikor fog átjönni Szegedről a következő, de várom, hogy másnap akkor elmegyek Népkertig, és ott megvárom, ott van az államnemváltás is. Az lesz az érdekes, és akkor nézzük meg erre, mi a helyzet. Úgy látom, már működik a tájékoztató kijelző, legalábbis valamit ír ki. A legutóbb erre jártam még semmi. Aha. Ja, járat próbák miatt kérjük fokozott figyelemmel közlekedjen, tehát járat próbák vannak, csak és a vonatdroidon lehet ugyan nézni, hogy merre járnak a vasvillák, de eddig mindegyiket csak Szeged elmutatta, nem tudom, mikor fognak átjönni. És egyébként itt van a Népkertnél lévő állomás, és eddig van meg a villany. És ott kint is van a villanyájtábla, tehát az üzemmódváltást is itt kell elvégezni. Kresztába is ki, majd kivéve villamos, és látjátok, onnan már nincsen drót, tehát igazából eddig el kell jönni a dízelre, és akkor itt engedi fel a csápot, vagy ha a másik irányból jön, akkor viszont itt kell, hogy a üzemmódot váltania. Tehát ide mindenképpen majd vissza kell jönni egyszer videózni, lehet, hogy csak akkor tudok majd, amikor már a menetrendszer de forgalom is elindult. De a lényeg az itt lesz, amikor az üzemmódot váltja. A másik ilyen megnyilváló kusnál van, ahol ugye a pláza mellett ott a csatlakozó vágányon leáll a villamos hálózatú és felmegy a nagyvasútra. Jó 10 percból fog indulni, azt megvárom. És még két hét is lehet vele utazni.